ahol ilyen komoly kézilabda múltal rendelkező ellenfelek vannak, mint oroszok, franciák, lengyelek, azt hiszem nem rossz egy ilyen magabiztos győzelemmel hangolni. Hát nem, jó, nem rossz, főleg így az Európa bajnokság selejtező előtt. Nagyon jó lenne, hogyha többi meccset is így fejeznénk be, mint a mai mérkőzést. Remélem, jó lesz a holnapi mérkőzés is. Bizalom akkor a helyén van? Úgy láttam, hogy nem csak a támadás, hanem a védekezés is összeállt. Jól megértettétek egymást a pályán a többiekkel. Igen, folyamatosan készültünk Gyurka János szavára. Remélem, hogy következő mérkőzésre is így fog menni a védekezés, akkor a probléma nem lehet. Nagyon magabiztosak voltak. Volt, amikor közelebb engedtétek az ellenfelet, de azért nem annyira, hogy érezni lehetett, hogy mindig a kezetekben van a meccs. Igen, hát jól indult a mérkőzés, jó magabiztosságot szereztünk, most mitől is kéne félni, meg kell venni ezen a fel. Mi lesz ma este? Egy kis pihenés, aztán holnap, hogy néz ki majd a holnapi napon? Fú, még nem tudom, ma érkeztem a csapathoz, mert el kellett mennem vizsgáznom, de majd kiderül, pihenés az biztos lesz. Köszönöm szépen, gratulálok! Szívesen!